Halálos kimenetelű közlekedési baleset történt Kőszeg közelében 2023. május 10-én kora este. Egy horvát zsidány felől Kőszeg irányába tartó Mazda személyautó vezetője egy Skoda előzésébe kezdett. A jármű már teljes terjedelmében a szemközti sávban haladt, amikor az éppen megelőzött Skodát vezető nő is meg akarta előzni az előtte haladó Citroent. A figyelmetlen sofőr autója érintőlegesen ütközött, ami a menetirány szerinti bal oldalon letért az úttestről, majd körülbelül 60 métert haladt a meredek töltésfalon, mielőtt egy vastag törzsű fával ütközött. A személyautót vezető 28 éves férfi a helyszínen életét vesztette. A Skoda vezetője nem sérült meg. A Citroennel egyik jármű sem ütközött. Az érintett útszakaszon 60 km/h sebességkorlátozás van érvényben. A helyszínre kőszegi, szombathelyi és horvát zsidányi tűzoltók érkeztek. A helyszíni szemle ideje alatt teljes útlezárás volt, a forgalmat a rendőrök irányították.